Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Sokat beszéltünk már korábban is a nyári aszályról. A vízhiány a dohánytermelőknél is jelentős károkat okozott. Erről is szó lesz a mai adásban, előtte azonban nézzük a teljes kínálatot. Sűrű hónap. Programokat hirdet az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Szeptemberben. Terméskiesés. A dohányföldeken is kárt okozott az aszály. Vizsgált a Nébih. Befejeződött a nyári ellenőrzés sorozat. Hétfőtől kezdődött a Hulladékért virágot akció. A két hét során a különválogatott papír, műanyag, öblös üveg, fém és csomagolási hulladékért, valamint italos kartondobozokért utalványt vagy növényi hulladékból készült komposztot ajándékoz az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. A társaság szeptember 17-én nyílt napot is szervez, az érdeklődők megtekinthetik, hová kerül a szelektíven gyűjtött hulladék, valamint az a hulladék, ami nem alkalmas újrahasznosításra. Zsák és ásó bekészítve a komposztföld új gazdáját várja a Kerék utcai hulladékudvarban. Azok kaphatnak belőle, akik gondosan szétválogatott hulladékot visznek cserébe. Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2004 óta minden tavasszal és ősszel megszervezi a Hulladékért virágot akciót, amelynek egyik célja a szemléletformálás, hogy a fókuszt a szelektív hulladékgyűjtésre irányítsák. Különválogatott szelektív hulladékokat várunk a lakosságtól, tehát papírt, PET-palackot, műanyagot, esetleg fémet, öblösüveget, és adott kilogrammok után adunk komposztot, virágültetéshez, illetve vásárlási utalványt, amiben Nyíregyháza városban számos helyen várhatnak be. Nagyon diverz a lehetőség, az állateledeltől kezdve a fürdőn át a színházig beválthatók ezek az utalványok. 10 kg papír hulladékért 50 forintos vásárlási utalvány jár, akár csak 5 kg fémért vagy 10 kg öblös üvegért. Ettől többet 100 forintot ér 3 kg PET palack. Akik pedig egyéb műanyag csomagolási hulladékot vagy italos kartondobozt visznek be, azok kilogrammonként 1-1 kg növényi hulladékból készült komposztot kapnak. Az elmúlt két év sajnos a Covid-helyzet kimaradt. Utolsó alkalommal, ha jók a statisztikáink, akkor olyan 300 résztvevője volt ennek a programnak, tehát annyian hoztak be, és összesen a különböző papír, műanyag, fém és üveghulladék összesen olyan 20 tonnát tett ki, ami szerintem szép mennyiség. Én úgy gondolom, hogy a létszámon, a résztvevők számán még mindenképp lehet és kell is emelni, de bízunk benne, hogy ebbe az évben sikerül. A fő cél, hogy ahogy szoktuk mondani, a hulladék az valahol érték, tehát nyersanyag. Erre próbáljuk rávenni az embereket, hogy azt ne a vegyes hulladékba, a vegyes kukába dobják, hanem ide hozzák be hozzánk szépen szétválogatva, és akkor már rögtön ők is megtapasztalhatják, hogy igen, ez valóban egy érték, mert hogy vásárlási utalványt kapnak érte. Úgy gondolom, hogy mindenféleképpen, tehát minden módszert meg kell próbálnunk arra, hogy motiválni lehessen erre a lakosságot és az embereket. Ez egy pozitív motiváció, bízunk benne, hogy segít. Az igazán erős dolog az a negatív motiváció lehetne, hogy ki milyen hulladékot rak a hulladékgyűjtő edényébe, itt még nem tartunk jelen pillanatban. A szelektív hulladék ebben az időszakban mennyisége mindenképpen megnő, de azt mondhatjuk, hogy aki már hoz be szelektív hulladékot, az mondjuk hoz be zöld hulladékot is, vagy hoz be lomot is, vagy egyéb hulladékot. Az összegyűjtött hulladékot szeptember 5-től 17-ig lehet leadni Nyíregyházán a Kerék utcai vagy a Korányi Frigyes utcai hulladékudvarban. Sőt, Máté Szalkán az Ecsedi út végén is beváltható a hulladék, akár ajándékutalványra, akár komposztra. Nem unatkoznak a hulladékkezeléssel foglalkozó szakemberek, hiszen ahogy vége a Hulladékért virágot akciónak, már érkezik is a következő, méghozzá egy nyílt nap. A szelektív hulladékgyűjtés alapjait már egyre többen ismerik, és a lakosság igyekszik tudatosan és helyesen kezelni a háztartásban keletkező hulladékokat. Itt azonban nem ér véget egy flakon vagy egy üveg útja. Ott kezdődik a mi feladatunk. Ezt a feladatot, illetve munkát szeretnénk bemutatni 17-én a Nyíregyházi, Kisvárdai és Nagyesedi hulladékkezelő központjainkban. A legérdekesebb talán a Nyíregyházi hulladékkezelő központ, mivel itt a hulladék, a szelektív hulladék útja és a vegyes hulladék útja is követhető. Tehát
megnézhető az, hogyha otthon valaki a kék-sárga kukába kiteszi a szelektív hulladékot, akkor az nálunk hova kerül, hogyan halad át a válogatógép soron, kézi válogatás hogyan történik meg, és a végén hogyan lesz belőle bálázott másodnyersanyag, ami már újrahasznosítható és értékesíthető. A nyílt napnak célja a lakossági szemléletformálás is. Évről évre megkapjuk, hogy minek válogatott szét, úgyis összeborítják, stb. Stb. Ez nem így van, és valóban aki bejön, az láthatja, hogy kétségtelenül a kék és a sárga kukát, tehát a papírt, műanyagot, csomagolási fémhulladékot egybegyűjtjük, de ez a jelenleg meglévő válogató gépsoronkon, illetve a kézi válogatóban megfelelő anyagminőségű kategóriákra, szétválogatásra kerül. Tehát ez megfelelően van így összeborítva, úgymond. De emellett bemutatják az MBH technológiát is a szakemberek, vagyis a nem hasznosítható hulladék lerakásra történő előkészítését, magát a hulladék lerakó depóniát és a komposzt telepet is, ahol a zöld hulladék hasznosul. Sőt, ismertetik a megyei szelektív hulladékkezelési rendszert is. Szeptember 17-én kerül erre sor. Fontos, hogy regisztrációhoz kötött, tehát aki részt szeretne venni, az ne csak úgy beessen, hanem előzetesen a honlapunkon található linken regisztráljon. A regisztráció mellett megvannak adva az időpontok is, hogy mikor, hova lehet menni. Leginkább 17-én délelőtt várjuk a látogatókat. A regisztráció során ki kell választani, hogy a nyíregyházi, a kisvárdai vagy a nagyecsedi központot szeretné megismerni a látogató, majd az alkalmas időpontot és a létszámot is meg kell adni. A szeptember 17-én nyílt napra, szeptember 14-én 16 óráig lehet regisztrálni. A következő határidő pedig egy nappal később, szeptember 15-én jár le, eddig lehet regisztrálni egy másik eseményre. Az Európai Unió Hálózat és Információ Biztonsági Ügynöksége immáron 10. alkalommal rendezi meg az Európai Kiberbiztonsági Hónap elnevezésű kampányát, amelyhez Magyarország 6. alkalommal csatlakozik. A kampány mottója Think Before You Click, azaz gondolkodj mielőtt kattintasz. Ebbe kapcsolódott be az EAC egy konferenciával, amelynek a Nyíregyházi Egyetem biztosítja majd a helyszínt. Számunkra ez azért volt fontos, mert bármennyire is furcsa, a megyében gyakorlatilag minden egyes háztartáshoz kapcsolódóan kezelünk egy személyes adatot, tehát a díjfizetőink, akiknek számlázunk, azoknak az adatait a cég kezeli, éppen ezért kiemelten fontos nekünk is, holott az alap profilja a cégnek hulladékgazdálkodás, hogy ezekre az adatokra megfelelően vigyázzunk. Különösen fontos ez a jelenlegi internetes, zsarolóvírusos, mindenféle vírusos világban, tehát úgy gondoltuk, hogy egy ilyen kezdeményezésnek a Hírközlési és Tudományi Egyesülettel kapcsolatban állva mi is az élére állunk, és egy ilyen konferencia megszervezésében részt veszünk a megyében. A konferencia egyben a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület információbiztonsági szakosztályának 28. szakmai fóruma is, amely az Információbiztonság aktuális kérdései címet kapta. Szeptember 22-én lesz a Nyíregyházi Egyetemen, különböző a témában profi és ismert előadók adnak majd elő, illetve helyi internetszolgáltató, tehát ez a számítógépes, internetes, információbiztonsági kérdésekről fog szólni ez a konferencia. Olyan aktuális témaköröket érintenek majd, mint például a városi internetszolgáltatás biztonsága, az orosz-ukrán háború kiberteret érintő tanulságai, a jövő közlekedés biztonsága, illetve hogy mik az alapvető információbiztonsági feladatok egy munkaszervezetben. Ezek azonban nem teljesen szakmai előadások, bárki bekapcsolódhat. A részvétel ingyenes, ellenben itt is regisztrációhoz kötött, úgyhogy a honlapunkon is megtalálható program mellett kérjük, aki részt szeretne venni, a regisztrációt is végezze el. Bajban vannak a dohánytermesztők, mint ahogyan a mezőgazdaság más területein, így itt is hatalmas károkat okozott az aszály. Az ágazatot a megnövekedett energiaárak is sújtják, sokszorosát kell fizetni idén a dohánylevelek szárításáért. Erről és a piaci helyzetről kérdezem Kenyeres Sándort, a Magyarországi Dohánytermelők Országos Szövetségének elnökét. Jó estét kívánok! Hány családot érint a dohánytermesztés itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében? Amennyire én tudom, az országos termelésnek a jelentős hányada az itt zajlik. Ez így van. A dohánytermő területek 80-85%-a Szabolcs megyében koncentrálódik. Ez nagyjából olyan 400-420 dohánytermelő családot érint. Mekkora termőterületről beszélünk?
A 2022-es évben 2900 és 3000 hektár közötti területnagyság az országos termőterület dohányból. Hogyan alakulnak az idei termés átlagok? Lehet-e már látni, hogy mekkora pusztítást okozott az aszály? Hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy óriási akár. Most zajlanak a becslések, folyamatosan a felvásárló cégek kollégái szemlézik a területeket, és termésbecslést végeznek. Az látható, hogy legalább 35-40%-os a kiesés a szerződött mennyiségekhez képest. Nem elég a kieső termés, azért ezek az energiaárak elég erősen befolyásolják a termésnek a szárítását, és egyáltalán az előállítás költségei iszonyatosan megemelkednek. Hogy alakul ez a folyamat így az elmúlt hónapokban, és mi az, ami látszik? Ugye a Magyarországon két levélfajtát termelnek. Börli típusút, ami természetes szárítású, ezt a gázár emelkedése nem érinti, illetve a mesterséges szárítású úgynevezett Virginia típusú dohányokat. A országos területnek a megoszlása 15-85%, tehát a Virginia a nagyobb arány, és valóban ezeknek a dohányoknak a szárításához gázt használnak fel, tehát szárítókamrákban szárítják meg, és gázüzeműek ezek a szárítókamrák, és mellette még elektromos áramot is használnak. Már a tavalyi év végén látható volt, illetve előzetesen jöttek az információk, hogy a gázára emelkedni fog. Ez először a műtrágyákban jelent meg, és érzékelhető volt, hogy jelentősen hatni fog a termesztésre, a termesztés költségeire. Ennek következtében a piacon jelenlévő két felvásárló cég a szerződéskötés időszakával, ami februárban zajlik, jelentősen meg is emelte a felvásárlási árakat. És ugye akkor úgy tűnt, kormányzati segítséget is kapott az ágazat, és akkor úgy tűnt, hogy ezzel sikerül ezt az évet végigvinni, de az azóta bekövetkezett események hatására mind az elektromos ára, mind a gázára óriási emelkedett. És ráadásul hektikus. Így van. Ugye a meghatározó az a holland tőzsdei ár, ezt folyamatosan most már mi is figyeljük, és azt látjuk, hogy egy-egy információ, most a legutolsó, ugye, hogy október 31-ével 3 napra elzárják a karbantartás miatt a északi áramlat vezetéket. Ez azt eredményezte, hogy a gázár kilőtt, és volt olyan időszak, amikor 330-340 euró per megawattóra szinten kereskedtek a gázzal, ami nyilván megjelenik az itteni kereskedők áraiban is. Csak viszonyításképpen honnan indult? A tavalyi szezonban 80-90 forint per köbméter áron tudtak a termelők gázt vételezni. Ez az idei évben úgy alakul, hogy az augusztusi ár 800 forint körül alakul köbméterenként, a szeptemberi ár már 1000 forint fölé csúszik, és jellemzően októberben is szoktak a termelők szárítani, és ez azt jelenti, hogy az októberi ár az már 1300 forint per köbméter körül fog alakulni az előrejelzések szerint. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy olyan szintű költségemelkedés van, amit nem lehet valamilyen szintű bevétel kompenzáció nélkül kigazdálkodni. Ennek hatására, vagy ezt látva, ugye azon túl, hogy szerződéskötéskor februárban megemelték a felvásárló cégek az áraikat, menet közben is a felek tárgyalóasztalhoz ültek, és ismét árat emelt mindkét cég, de hát most ott tartunk, hogy újra nehéz helyzet van, és további emelkedés van, és ugye akkor még nem is beszéltünk az elektromos áramról, ami szintén a 40 forint per kilovattóra környékéről most már 200 forint per kilovattórára módosult, tehát ott is olyan áremelkedés van, ami a költségeket drasztikusan emeli. Van arra még esély, hogy egyáltalán nullára ki lehet hozni ezt az ágazatot? Nyilván azzal, hogy a felvásárló cégek látva a költségemelkedéseket próbálnak kompenzálni, van. Azok a termelők, akik öntöztek, bár többlet költségük merült fel,
de talán ők egy picivel jobb helyzetben vannak, mert náluk az öntözéssel talán a minőség is egy picit jobb lesz a mennyiségen túl. De hát alapjában véve, akik a nagy többséget képviselik, akik nem tudnak öntözni, ők vannak igazán nehéz helyzetben, mert gyengébb minőség, kevesebb termésmennyiség, és ugye így nehéz rentábilisan gazdálkodni. Fennáll annak a lehetősége, hogy tovább csökken a dohánytermő terület nagysága ennek hatására? Hát sajnos ennek... Jó, hogy többen visszaadják, vagy felhagynak ezzel a gazdálkodással. Igen. Sajnos ennek megvan az esélye. Igazából én azt látom, hogy olyan szinten megemelkedtek a költségek, hogy gyakorlatilag itt már egy hektárnak a bekerülési költsége a 3-3,5 millió forintot is esetenként meghaladja. Tehát mire a palántaneveléstől a betakarításig, beszállításig, értékesítésig lezárja a folyamatot a termelő, ezek a költségek akár a 3,5-4 millió forintot is elérhetik. Nyilván egy évnek úgy lehetnek indulni, hogyha kellő tőkével rendelkezik a termelő, és ezt a összeget meg tudja finanszírozni. Nyilván ez akkor változhat, hogyha az energiárak valamelyest konszolidálódnak. Erre pillanatnyilag kevés esélyt látok. A termelők többsége már megoldotta, hogy legalább rendelkezésére álljon a szükséges gázmennyiség? Hát a gázbiztosítása az ugye október 1-ével kezdődik a gázév, ekkor kell szerződést kötnie a kereskedő cégekkel a termelőknek. Ez elvileg megtörtént, és ugye menet közben kell, vagy lehet akkor is, de menet közben kell meghatározni a mennyiséget, a vételezni kívánt mennyiséget, és akkor kell az árat is rögzíteni. Az árat is lehet természetesen menet közben. Ami ebben gond, az, hogy ugye folyamatosan azt várta mindenki, hogy talán valamelyest konszolidálódik a gázár, és ugye azt látjuk, hogy folyamatosan emelkedik, illetve az asszály miatt borzasztóan nehéz meghatározni, hogy mennyi gázra lesz szükség, hiszen a termés mennyiséget meghatározni nehezebb. Vártuk az esőt folyamatosan, amiből nagyon kevés volt a tenyész időszakban. Ez sokat segített volna a termésmennyiségen, de ugye ezzel ez okozza a nehézséget, hogy nem tudja meghatározni a termelő, hogy milyen mennyiségű dohány lesz, ehhez mennyi gázra van szüksége, és minden olyan tényező, ami a gázmennyiség tekintetében eltérést okoz, ez azt eredményezi, hogy ugyan van egy tolerancia a szerződésben, de akár kevesebbet használ a dohánytermelő, akár többet használ, és ezen a tolerancián túl ez újabb súlyos pénzekbe kerül a termelőknek. Milyen kiutat lát? Hát csak a bevételi oldal valamilyen szintű kompenzálását, amit az előbb is mondtam, és ebben úgy látom, hogy a felvásárló cégek próbálnak segíteni, illetve, ahogy mondtam, állami segítséget is kapott az ágazat még januárban, illetve februárban. Ami talán reményt jelent a jövőre nézve, az, hogy a Covid alatt az ellátási láncok elég jelentősen szakadtak, és a cigarettagyárak az alapanyagaik biztosítását nehezebben tudták megoldani. Ez talán fölértékeli egy picit a európai és közt a magyar dohányt is, és én bízom benne, hogy ez a felvásárlási árakban is meg fog jelenni. És így talán az a költségemelkedés, ami bekövetkezett, azt nem csak most, hanem a későbbiekben is tudjuk majd érvényesíteni, és ezáltal rentábilissá tehető a gazdálkodás. Ez a költségemelkedés vajon a dohánytermékekben hogy fog majd megjelenni? Mennyibe fog kerülni egy doboz cigi? Hát erre a kérdésre sajnos nem tudom én sem a választ, nyilván azt még a jövedéki adó is befolyásolja, de az biztos, hogy az alapanyag árak emelkednek, hiszen ezeket a költségeket valakinek a végén ki kell fizetni. Ha ezt veszem alapul, akkor nyilván a cigarettának az ára is emelkedni fog. Hát bízom és benne. Hát és a cigaretta előállításához is kell energia. Így van. Igen, beszéltünk erről is, hát a két elsődleges feldolgozó cég, aki jelen van Magyarországon, dohánytermeltetéssel foglalkozik, ők fermentálják is ezeket a dohányokat. A fermentálás folyamatához is gázra van, energiára van szükség, tehát őket is érinti ez az energiárobbanás. Ők is ugyanígy a szolgáltatókkal kapcsolatban vannak, szerződésük van a feldolgozásra szükséges energiára, és ott is megjelennek ezek az árak. Kenyeres Sándor,
Minden jót kívánok, nem tudok mást mondani. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Én is köszönöm. Lezárult az idei nyár szezonális élelmiszerlánc ellenőrzése. A július 1-től augusztus 20-áig tartó országos akció során az élelmiszerlánc biztonsági szakemberek több mint 4500 létesítményt és 15000 hazai és külföldi élelmiszertételt vizsgáltak. A következő bejátszásból kiderül, mennyi és milyen típusú szabálytalanságokat találtak idén a Nébik szakemberei. Fagylaltozó, gíroszos és presszó egymás mellett Gergely Ugornyán. A nyári szezonban ezek számítanak a legnépszerűbb vendéglátóhelyeknek, főként a strandokon. Ezek az üzletek sokszor csak szezonálisan nyitnak vagy települnek ki egy-egy kedvelt turisztikai helyszínre. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kiemelt nyári ellenőrzéseiben is ezek a helyek voltak fókuszban. A szakemberek összesen csaknem 4700 vizsgálatot végeztek el. Ahogy a nyári szezonban ez általában lenni szokott, július 1-től augusztus 20-áig tartott a kiemelt ellenőrzés sorozat. Ez nem jelenti azt, hogy a kollégáink most már levonultak a szintéről, természetesen tovább folytatódnak az ellenőrzések, viszont ismét visszatérünk a szokásos kerékvágásba. Erre a nyári akcióra azért van szükség, mert a idegenforgalmi szempontból frekventált helyeken, ülőhelyeken, vízparton, különböző fesztiválokon, nyári táborokban egészen más szokások szerint étkezünk, és ez inkább a vendéglátás irányába tolja el a fő hangsúlyt. Éppen ezért indokolt ezeket a helyeket kiemelten ellenőrizni. Így történt ez ezen a nyáron is. Összességében 4679 ellenőrzés történt az országban. Ezeket az ellenőrzéseket a Nébik és a megyei kormányhivatalok élelmiszerbiztonsági szakemberei végezték tulajdonképpen a teljes élelmiszervertikumban, tehát azért voltak ellenőrzések élelmiszer előállítóknál is. A forgalmazás és jelentős ellenőrzési számot kapott, tehát a kereskedelemben is összesen 2002 ellenőrzés történt, de ahogy mondtam, az ellenőrzéseknek csak nem a fele a vendéglátás területén mutatkozott meg, és ennek megfelelően alakultak ki a feltárt szabálytalanságok, szankciók is, amiből egyébként 37 esetben kellett a tevékenységet korlátozni. Ez ugye egy elég széles körű lehetősége a hatóságnak, megtilthatunk bizonyos termékek előállítását, korlátozhatjuk a mennyiséget, hogyha esetleges túlkínálatot vagy kockázatos élelmiszer előállító tevékenységet találunk, illetve az egész helyet is bezárhatjuk, ahogy a közelmúltban történt is egy balatonparti vendéglátó egység esetében, amiről a szokásos videót láthatják az érdeklődők a Nébik honlapján. És egyébként a kisebb súlyú szabálysértések esetén, amikor esetleg az ellenőrzés időtartama alatt már sikerült kiavítani a hibát, dokumentációs hibák, kisebb higiéniai problémák esetében figyelmeztetés szankcióval is élhetünk, ebből összesen 87 adódott ebben az időszakban, és 425 esetben kellett bírságot kiszabnunk, ezek viszont olyan súlyos szabálysértések voltak, amelyeknél muszáj a jogszabályok értelmében bírságot kiszabni. Ezeknek az összege 31 millió forint fölé rúgott ebben az időszakban. Ahogy eddig is az elmúlt években különös figyelmet fordítottunk a hűtési lánc fenntartására, ez a nyári hőségben nem meglepő, és teljesen érthető is, hogy a különböző alapanyagokat, különböző élelmiszereket a már a beszerzéskor, a szállításkor és az egész élettartamukon keresztül hűtött hőmérsékleten kell tartani. Ezzel kapcsolatosan alakult ki az összes szabálytalanságnak a 4,5%-ban ez a szabálytalanság volt a legmagasabb arányú, és egyébként 210 esetben kellett ennyit intézkedni. Higiéniai feltételek fenntartása is egy nagyon súlyos volt, akkor már javítanom is kell az előző mondatomat, mert ez majdnem 13%-ban fordult elő, tehát itt a 603 esetben kellett intézkednünk, míg a termékek nyomon követése, származása egy kicsit javuló tendenciával 4,4%-ban 188 esetben valósult meg.
A szintén nagyon magas arányt találunk már évek óta, különösen a nyári időszakban és különösen a vendéglátásban dolgozók alkalmas, egészségügyi alkalmassága, képzettsége és higiéniája terén. Ez is 5,1%-ra rúgott, 237 ilyen esetünk volt. Hát azt mondhatjuk, hogy ez is egy elég súlyos hibaforrás, ami, ahogy említettem, szintén a vendéglátásban tetőzött. Egyébként a különböző árucikkek közül összesen 14 ezernél több árutételt ellenőriztek a kollégáink. Ez ugye nem azt jelenti, hogy ennyi tétel került laboratóriumba, ezeknek a legnagyobb része ez helyszíni vizsgálat volt, ahol a tárolási feltételeket, a hűtőhőmérsékletet, csomagolás épségét és a jelölést ellenőrizték a kollégák. Itt is 700 tételt, tehát összességében ennyi tételt kellett kivonni a forgalomból, ezt összesen csaknem 10 000 kilónyi árut jelentett, és több mint 6 millió forint értékben történt meg ezeknek a kivonása. Hát itt is a jellemző hibaforrás továbbra is a minőség, megőrzés, fogyaszthatóság idő után történő értékesítés. Ezt követi a jelölési hibák aránya, illetőleg a nem megfelelő tárolási körülmények miatti intézkedés. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is folyamatosak voltak az ellenőrzések. Bezárni itt egyetlen vendéglátó helyet sem kellett, azonban számos bírságot kiszabott a hivatal. Főként higiéniai problémákat találtak, de több esetben nem volt tisztázott az alapanyagok származása sem. Egészen megfelel az országos átlagnak, összesen 111 ellenőrzést végeztek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kollégáink. Ennek picivel több mint a fele, 57 történt vendéglátó egységben, 44 a kereskedelem, a több pedig élelmiszer előállításban történt. 10 esetben kellett bírságot kiszabni, a higiéniai feltételek 13 esetben kerültek kifogás alá, nyomonkövetés miatt 4 esetben, míg a dolgozók egészségügyi alkalmassága, képzetlensége miatt 5 esetben kellett a kollégáknak eljárni. Összesen 500 élelmiszertételt vizsgáltak meg, ebből 15 kifogásolás történt, 141 kilót koboztak el, ennek összértéke 220 ezer forint volt, az összesen kiszabott bírság pedig 540 ezer forintra rúgott. Idén komolyabb szezonális ellenőrzést még a téli ünnepi időszakban, Mikulás, Karácsony és Szilveszter napjaiban végez a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az éves terveink szerint ugye a Mikulás, Karácsony, Szilveszteri hármas ünnep szintén egy ilyen akciót igényel, ami általában december hónapra szokott kiterjedni. Egyéb akciót nem tervezünk, hogyha valami olyan hatás éri az élelmiszer előállítást, élelmiszer kereskedelemt, ami ilyen akciót igényel, akkor arról mindenféleképpen tájékoztatni fogjuk az érintetteket. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb ezzel a műsorral jövő hét hétfőn találkozhatnak. Várjuk Önöket akkor is, viszontlátásra!